Én azt látom, hogy azért itt a szigeten törekszenek arra, hogy ez jól működjön és működjön, de még van hova fejlődni. Sziasztok, ez itt a Wolfáramlat speciál, a 2022-es Sziget Fesztivál utolsó napjáról jelentkezünk. Az elmúlt hat napban több százezer fiatal megfordult itt a szigeten. Nekünk meg az fordult meg a fejünkbe, hogy valószínűleg nagyon sok szemetet felhalmoztak, és kíváncsiak vagyunk a szemétnek az útjára, mi fog történni vele. Tartsatok velük! Az a kérdésem, hogy mi történik itt tulajdonképpen, mennyire környezettudatos a fesztivál ti általatok? Itt a Greensziget Centernél elsősorban talán a leglátványosabb lehetőség az, hogy a fesztiválozók gyűjthetik a hulladékot szelektíven, PET palackot és sörösdobozt, aludobozt, és akkor ezért cserébe, ugye attól függően, hogy mennyi zsákot hoznak ebből vissza, különböző ajándéktárgyakra válthatják be. Ez nagyon népszerű náluk. A látogatóktól így, meg az utcai gyűjtőkön keresztül is ugye ez a PET alu visszagyűjtés történik. A szolgáltatóktól, vendéglátósoktól kartont, csomagolási fóliát gyűjtünk vissza, velük külön gyűjtetjük az üvegeket is, és most idén másodjára lényegében komposztálható ételmaradék, illetve ezeknek az ételeknek ugye a tányérjai, evőeszközei, ez is visszagyűjtésre kerül. Főleg azért külföldiek jöttek ide hozzám a pultba, de én azt mondom, hogy a 70-80%-ban külföldiek, és nagyon-nagyon sokan dobják vissza abban a helyben a számlát, amit kiadunk nekik, sőt, volt, aki többször is visszajárt, már előre szólt, hogy ő aztán nem kéri, nyilván ugye oda kell adnom neki, mert mondták, hogy itt nyugaton náluk csak akkor van ilyen, hogyha ha külön kérik. Egyébként már online működik minden. És ez nagyon fontos lenne szerintem itt is, hogy újra bevezessék, mert egyrészt ez a kiszolgálást is nagyon lassítja, amikor várunk a gépekre csak azért, hogy papírt adjanak, feleslegesen. Nyilván, hogyha valaki kéri, akkor csak egy gomb lenne és menne. És hogyha már itt tartunk, papír alapú a számla, az nem túlságosan környezettudatos, és manapság ugyebár azért erre érdemes lenne sokkal jobban odafigyelni. Ti itt ezen a spoton mennyire tartjátok fontosnak a környezettudatosságot, és amennyiben igen, az hogyan csináljátok? Így van, hát ugye ez a papír dolog is olyan, hogy én azt mondom, hogy már ez is egy előrelépés, hogy most már csak ezt kell kiemelni, hogy a pénztárszalagot pazaroljuk. Régen ugye voltak az eldobható műanyag poharak, ezek helyett repoharak vannak. Mi itt külön a pultban viszont nagyon figyelünk arra, hogy a műanyagot, a petet külön gyűjtsük, azokat a csomagoló anyagokat, amikkel így érkeznek be az áruk, azokat szintén külön gyűjtjük és újrahasznosítják. És én azt látom, hogy ezek az üvegeket szintén, tehát minden olyat, amit lehet szelektíven gyűjteni, azt külön gyűjtjük, és jönnek is érte minden reggel, sőt kérdezik is, ha valamelyikből túl sok van és nem fér bele a kukába, hozzanak-e újat. Különböző frakciókat, tehát a különböző hulladék típusokat ugye külön-külön autók szállítják el innen. A papír az papírgyárba megy, a fóliát és az aludobozt, illetve a palackokat ugye szelektálják, és a fém, hát az nyilván az beolvasztásra kerül. Természetesen a műanyag is, csak nyilván ugye különböző úton. A komposztálatot a Proficomnak a komposztáló telepére szállítjuk. És jól érzékelem, hogy a legtöbb szemét az valószínűsíthetően a kempingben gyűlik össze? Igen, a legtöbb szemét a kempingben gyűlik össze, azáltal ugye nagyon sok mindent hagynak itt a látogatók. Erre is van egy nagyon jó programunk, ez most már azért 3-4 éve fut. Ez a Sziget Donation program, ugye ennek az a lényege, hogy felajánlhatják a sátraikat, és már nagyon sok látogató behozott hozzánk sátrat, hogy tessék, hát én már költözöm ki, itt hagyom nektek adomány célra, de majd holnap, a bontás napján 40 fő fog még sátrakat, polifómokat, hasznosítható tárgyakat, matracokat, hálózsákokat gyűjteni, és akkor ezután ugye rászorulókhoz kerül el, hát ezt a segélyszervezetek intézik. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok egész héten keresztül. Most úgy tűnik, hogy kell nekünk legalább 2 nap, hogy egy kicsikét kipihenjük a 2022-es Sziget Fesztiválnak a fáradalmait. És valami miatt Geszti Péternek a sorai jutnak eszembe. Szép volt, jó volt, köszönöm. Ennyi.